Áldás békességet! Hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliuma első fejezetéből a 29-től a 31-ig terjedő versekből. És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak ő pedig odalépve megfogta a kezét és talpra állította, úgy, hogy az asszonyt elhagyta a láz és szolgált nekik. Amikor Isten elhívta Ábrahámot, egyebek mellett azt ígérte neki, hogy áldássá lesz mások számára. Ez az ígéret beteljesült. Családja és a bele szövetségben álló szomszédos népek mellett egy időben még az erkölcstelenségéről híres sodoma is profitált a pátriárkához fűződő viszonyából. Istennek ez az ígérete nem csak Ábrahámnak, de minden hívőnek szól. Ezt látjuk Jézus első tanítványának Simonnak, vagy más néven Péternek a példájából is. Még csak rövid ideje követte az urat, de már áldásban részesült nem csak ő, hanem a családja is. Péter családjáról viszonylag keveset tudunk, az a kevés azonban minden szempontból pozitív. Páltól tudjuk, hogy Péter, de ez már pünkös utáni történet, magával vitte a feleségét szolgálati útjaira, ami egy harmonikus kapcsolatra utal. Ezen felül még az anyósát is szerethette, máskülönben valószínűleg nem fogadta volna be a házába. Ebben a történetben éppen ő, Péter anyósa áll a középpontban. Amikor Jézus megérkezett, az asszony éppen lázas volt. Nem olvassuk, hogy halálán lett volna, mindazonáltal abból ítélve, hogy azonnal szóltak róla Jézusnak, feltehetően igen súlyos volt az állapota. A folytatást ismerjük. Jézus meggyógyította az asszonyt. Érdemes kiemelni, hogy míg a megszállott esetében Jézus parancsot adott a tisztátalan léleknek, Péter anyósának megfogta a kezét és talpra állította. Ebben a mozdulatsorban igen sok szeretet és gyengétség fedezhető fel. Az áldás azonban, amit Jézus Péter anyósa számára tartogatott, több a fizikai helyreállításnál. Mihelyt meggyógyult ugyanis, az asszony azonnal a szolgálatba állt. Nem tudjuk, mit tett, de jó eséllyel sürgött, forgott, segített a vendéglátásban, ami az egészséges női lélek megnyilvánulása. Azért hívja fel Márka figyelmet erre a körülményre, hogy megmutassa Jézus számára a fizikai gyógyítás csak az első lépés, ami olykor akár el is maradhat. A hangsúly a lelki gyógyításon van. Mit üzen nekünk ez az Ige itt és most? Egyrészt felhívja rá a figyelmünket, hogy Isten nem azért, mert megérdemeljük, hanem kizárólag a Maga Jóságából fakadóan rendszerint külön áldásban részesíti a környezetünket. Másrészt rávilágít, hogy a fizikai gyógyulás is fontos, a lélek egészsége mindazonáltal még ennél is fontosabb. Imádkozhatunk, imádkozzunk, mind a kettőért, de a hangsúly ez utóbbi legyen. Amen.